Köszöntöm a nézőket! Fejér megye települései folyamatosan fejlődnek, Egyek és Bodajk is sokat változott az elmúlt időszakban. A köztérben ezt a két települést ismerhetik meg egy kicsit jobban, számítunk figyelmükre. Családias hangulatú pincék, présházak, vendégasztalok, fesztiválok, Egyeket nem véletlenül hívják Budapest szőlős kertjének. A jó borairól és finom pezsgőiről híres Fejér megyei település rendkívül népszerű turisztikai célpont. Ha az elmúlt egy évtizedre visszatekintünk, akkor a fejlődésnek az alapját először a helyben élő borászok és civilek hozták, hiszen nagyszerű programokat szerveztek öntevékenyen. Mindenki emlékszik még a pincefesztiválra, kezes-lábas, de hát most, amik még azóta is a piknikek, ezek országos hírűek. És 2015-ben Magyarország kormánya felismerte azt, hogy azok a források, amik ide jönnek, azok jó helyre jönnek, hiszen az itt élő emberek maguktól is képesek voltak lépésről lépésre előre haladni. És onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy rohamos fejlődésnek indult a település. Ha ma bárhonnét érkezünk, Biatorbágyról, vagy az Egyes főútról, vagy a Váli völgy felől, akkor új úthálózati elemeket találunk, vagy ami még nem új, az éppen most készül. Kiváló kerékpárutak vannak. Ha beérkezünk a településre, akkor azt látjuk, hogy egy új városvezetés végre kézbe vette a települést, és gyönyörű, nem véletlenül kapott a napokban éppen díjat, hogy virágos település lett. Az intézményei is megújulhattak, hiszen éppen itt a Magyar Kút mögött a látogatóközpont, ez egy teljesen új intézmény. Hogyha egy kicsit bal kezem felé nézek, akkor ott van a Schwab ház, ami a magyarországi kitelepítettek emlékháza, ami Egyeknek egy régi nagy fájdalma, hiszen Fejér megyében az egyik leginkább érintett település a németeknek az előzetésével több mint 2600 Schwab embert űztek el csak ebből a településről, és most végre van egy olyan megújult épület, ami emléket állít nekik, de hogyha a sportlétesítményeket nézzük, akkor teljesen megújultak, új műfüves pálya, új külterületi kondipark, de van egy kuriózum is, hiszen a látogatók központnak az emeletén egy önkormányzat által üzemeltetett fitnessterem is van. Rengeteg fejlődés van, és nem csak turisztikai jellegűek, de nyilván a zászlós hajó Pannonia szívében a turizmus, hiszen Pannonia szívének, ennek a programnak a zászlós hajója maga Egyek, mind a négy borászati központja megújult, az Újhegy, az Öreghegy, Kecskegödör és a Körpincék. Gyönyörű bazaltkockás burkolatot kapott, díszkandeláberek, ülőbútorok, eltűntek a kábelerdők, és nagyon sok apró olyan, amit nem is lehet látni, fejlesztés volt, ami a hangulatunknak vagy a közérzetünknek használ, mind az itt élőknek, mind pedig az ide látogatók. A szőlő és a bor nagyon sok helybélinek nyújt biztos megélhetést. Egyeknek kiváló adottságai vannak, és ezt Magyarország kormánya, illetve Tesseli Zoltán országgyűlési képviselőnk, a Pannonia szíve miniszterelnöki biztosa felismerték, és támogatásukkal, kezdeményező hozzáállásukkal jutottunk el oda, ahol ma is járunk. Egyeken a szőlő és a bor a megélhetésünk egyik alapja, és a szőlő, bor termesztés, illetve készítés akkor lehet nyugat-európai modellek szerint kiválóan jövedelmező, hogyha erre turisztikát is építünk. És gyakorlatilag ezt ismerték föl, Egyeken és turisztikai tárgyú beruházások készültek el, mint például a borászatokhoz vezető infrastruktúrális fejlesztések, ebben vonalas közművek, illetve útépítés, de még gyönyörű szép szőlőfürdős, pezsgődugós, kandeláberekkel elkészült közvilágítás is helyet kapott. Nagy csomagban épülnek Egyeken jelen pillanatban kerékpáros létesítmények, ez is nyilvánvaló turisztikai célokat is szolgál, illetve
Amióta én polgármester vagyok, 3 múzeum nyílott meg Etyeken, nyilvánvalóan ide is vendégeket várunk. A közösség építő, közösségi terek sem hiányoznak. Ez igaz. Tavaly évben töltöttük meg élettel a látogató központunkat. Sajnos a vírushelyzet nem segített ebben a törekvésünkben, de azt gondolom, hogy vírushelyzeten kívül nagyon szép és tartalmas programokat tudtuk Etyeken rendezni, és bízom benne, hogy minden korosztályban mindenki, minden etyeki lakos megtalálta a saját szórakozásának és kulturális igényének a megfelelőt. Vonzó egyébként a település? Sokan költöznek be, sokan maradnak itt a fiatalok közül, hogy látja? Ha jól dolgozunk, akkor Etyek egyre sikeresebb lesz ezen a területen is. Nyilvánvalóan Budapest közelsége, a budapesti agglomerációs nyomás az itt van Etyeken. Minél szebb infrastruktúrával, minél jobb életfeltételekkel, és a kiváló adottságainkat minél jobban kidomborítva dolgozunk és törekszünk az életfeltételek emelésére, nyilvánvalóan annál kedvezőbb lesz a helyzet, és annál többen szeretnének Etyekre költözni. Hogy láthattuk, azért itt élő hagyományok, tradíciók is vannak. Hát Etyek egyik kiváló adottsága az a tradícióinak köszönhető, hiszen Etyek egy sváb település volt, és azt mindannyian tudjuk, hogy a svábok okosak, szorgosak, rátermettek, és hogyha ugyan már csak 5% német lakosság él Etyeken, de ha az oktatásban, a kultúránkban, a hagyományőrzésünkben arra törekszünk, hogy ezt az 5%-ot gyakorlatilag mindenkihez eljutassuk, akkor a rátermettség, a szorgalom és az okosság az nyilvánvaló mindenki életében megjelenhet. A gasztrósétányon elindulva, ha házias ízekre vágyunk, érdemes betérni a sonkamesterhez, aki 20 éve él Etyeken. Pont 20 éve vagyok Etyeken, és nem ezzel a pincével kezdtem, egy egyel följebb, ugye, egy pincével arrébb, ott kezdtem el sonkázni, de ez valahogy adta magát, ez a pince, hogy ide sonkát rakjak érlelni. Ugye tulajdonképpen azért van itt. Milyen technológiával dolgozik? Abszolút tradicionális technológiával készülnek ezek a sonkák? Abszolút így van, mert a nagyapám ebben foglalkozott ugye annak idején, ez az 1935-től 1975-ig csinálta, és én azt az ízvilágot, azt a technológiát hoztam át, mert délvidéki vagyok. Mi az a tipikus ízvilág, hogyha már ezt így megemlítette? Jó, ez jó kérdés. Tehát itt arra kell vigyázni, maga a disznó mit eszik, attól függ a sonkának az íze. Én ezen kívül már csak sót használok, és ez adja azt a tipikus ízt meg, és maga a hosszan érlelés, hogy ez 2 évig itt állnak a sonkát, mielőtt én fölvágom. És van érdeklődés egyébként az ilyen igazi, tradicionális ízek iránt? Hogy látja? Hát nagyon. Tehát ez egyre jobb, egyre szebb, egyre több ember jön ide, és nagyon, de nagyon szeretik ezt az egészet, magát a látványt is természetesen, de maga az ízeket, mert ugye ezen kívül van még néhány fajta sonkám, amit csinálok, és most szeretnénk nagyobb egy picit bővülni, és több fajtát gyártani is. Mint egy ékszerdoboz, amit csak le kell porolni. Így jellemzi Etyeket Rókus Valvi Pál, aki 25 évvel ezelőtt egy borkóstolóra érkezett ide, napjainkban pedig számos fesztivál és rendezvény kötődik hozzá és csapatához. 25 éve, hogy egy borkóstolóra én Etyekre kijöttem, és valahogy itt ragadtam, itt felejtődtem, nem messze lakom a mai napig. Talán ez volt az apropó, meg az a tapasztalat, amit a média világban előtte munkám által gyűjtöttem, hogy én borban nem tudtam Etyekhez mit hozzátenni, ezért rendezvényeket kezdtünk szervezni, ilyen volt a Pince Fesztivál, a Kezes Lábos, majd az Etyeki Piknik. Úgyhogy a csapatommal most már 20 éve építjük ezt az Etyeket. Nekem nagy öröm volt, hogy a Pannonia Szíve program is rátalált Etyekre, és gyakorlatilag így most már tényleg közösen építgetjük a gasztrosétányt, etyeki rendezvényeket, úgyhogy külön köszönet Eszeli Zoltánnak, hogy ebbe az egészbe ő a településben meglátta ugyanazt a szépséget, amit mi is próbálunk ápolni.
Egyeke mi a szépség? Mint egy ékszeres doboz, amit csak le kellett porolni. Ez gyakorlatilag a több mint 100-130 éves olyan présházat, pincék és a bögöttük bennük rejlő titok az, amit az itteni lakosok annak idején megépítettek, megálmodtak a sváb szőlőtelepesek. Ez volt a budafoki pezsgőgyárnak a mindene, az előudvara. Így gyakorlatilag Törlei József megálmodta azt az alapot, amit nekünk most újra gyakorlatilag csak át kell értelmeznünk 2020-as évekre. Úgyhogy a pezsgőkészítés az a mindennapunkról fog szólni. Én úgy látom, hogy az útnak még csak az elején vagyunk. Ez egy gyönyörű, talán bontatlan kis gyöngyszem, amit vigyázni és őrizni kell. A helyiek és a turisták érdekében a Pannonia Szíve program részeként számos infrastruktúrális, közlekedési és idegenforgalmi beruházás valósul meg a térségben. A fejlődésnek az alapját először a helyben élő borászok és civilek hozták, hiszen nagyszerű programokat szerveztek öntevékenyen. 2015-ben Magyarország kormánya felismerte azt, hogy azok a források, amik ide jönnek, azok jó helyre jönnek, hiszen az itt élő emberek maguktól is képesek voltak lépésről lépésre előre haladni. Az útfejlesztéseknek köszönhetően egyek könnyen megközelíthető például Bicske és Budapest irányából, ám a beruházások folytatódnak, már készülnek az elkerülő út tervei. 2019 és 2021 között elkészült Etyek és Halcsút doboz közötti útszakasz 13,3 km hosszban, mint egy 1,6 milliárd forint értékben, és ezen program folytatásaként a részben a Magyar Falu útfelújítási program keretében, részben pedig a kiemelt társadalmi igények útfelújítási program keretében további útszakaszok újulnak meg. Ilyen például az Etyek három Rózsai út, amely 6,5 km hosszon teljes hosszában meg tud újulni. Ez jelenti a burkolat teljes felújítását, a patka és a vízelvezető rendszerek újjáépítését, valamint a forgalomtechnikát, tehát egy mai 21. századnak megfelelő szolgáltatási színvonalú út épült ki. Ezzel a projekttel párhuzamosan két fejlesztés is zajlik ezen az útszakaszon. A hátunk mögött láthatjuk a Botpusztai körforgalmi csomópont kiépítését. Itt egy ötágú, teljesen szabályozatlan útcsatlakozás volt eddig, most pedig egy szabályos, biztonságos közlekedés lehetővé tévő körforgalom épül ki. Mennyire terheltek ezek az útszakaszok egyébként korábban? Mekkora volt ezeken a forgalom? Mi a tapasztalat? Ezek az útszakaszok viszonylag nagyobb forgalmat bonyolítanak le. Naponta körülbelül 3000 jármű halad át rajtuk, hiszen az Etyek északi irányú megközelítését szolgálja, illetve a Bia-Etyek-Alcsúti út az pedig a kelet-nyugati irányú megközelítését szolgálja. Ezek viszonylag nagyobb forgalmú összekötő úthálózati elemek. És még befejezésül ugye kiépül majd az Etyek három Rózsai út egyes számú főúti kikötése is. Ez azért nagyon fontos, mert az etyekiek Bicske, illetve Budapest irányába csak kerülőúton tudtak közlekedni, most pedig egy közvetlen csomóponton tudják az egyes számú főutat, illetve az akár az M1-es autópályát elérni. Következő lábunk a felújítás mellett az úthálózati fejlesztések, ilyen is lesz a térségben. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT gondozásában zajlik Etyek elkerülőút tervezésének az előkészítése. Ez azért lesz nagyon fontos, mert biztosítja majd Etyek és Herceghalom kelet összekötését. Tehát Herceghalom elkülő szakasza is megépül, illetve megépül egy összekötő úthálózati elem, ami a herceghalmi vasúti megállóhelyet teszi elérhetővé az etyekiek számára egy P+E parkolóval, tehát itt a környék életét átrendezés etyeke forgalmát gyakorlatilag tehermentesíteni fogja az átmenő forgalomtól. A Velencei tó és térsége Válivölgy Vértes Fejlesztési Tanács pedig terveztet egy Verevvárgyúró-Etyek összekötő útvonalat, ennek a folytatás lesz egyébként ez az Etyek keleti erkölőút is, ez pedig nagy mértékben fogja javítani Etyek elérhetőségét, ugye a Velencei tó irányába teremt közúthálózati kapcsolatot. Fontos még megemlítenem a kerékpárutak építését is, hiszen a kerékpárosok forgalombiztonságát a kiépített kerékpárutak nagy mértékben tudják javítani. A múlt héten örömmel jelentettük be, hogy átadásra került a Budapest-Balaton kerékpárút részeként a Biatorbágy Etyek közötti önálló nyomvonalon vezetett kétirányú kerékpárút, és nagy ütemben folyik Etyek és Tordas, illetve a Tordas és a Velencei tó közötti szakasz építése is. Ez azt jelenti, hogy jövőre már Etyek és a Velencei tó közvetlenül kerékpáron elérhető lesz.
Biatorbágy felől már biciklivel is érkezhetünk Etyekre. Az új kerékpárutat és a bérelhető bringákat a helyiek is szívesen használják. Biáig áttekerhetünk az új úton, amely a fasorról mögött volt, amit se buszról, se autóról, meg kerékpárról se láttunk azelőtt, egy egész új világ tárult elénk. Pannonia szívében új közösségi terek alakultak, és a sportközpont is megszépült. A műfüves pályának, a játszótérnek és a szabadtéri kondiparknak is örülnek az etyekiek. Hetente háromszor föl szoktam jönni, másfél-két órát szoktam eltölteni per alkalom. Gyerekkorom óta folyamatosan sportoltam, ezért a sportolás közel áll hozzám. Idén ünnepelt a sportegyesületünk a 75. évfordulóját, és nagyon szerettük volna, hogyha ezzel kapcsolatban fejlesztések, felújítások is történnek a sporttelepünkön. Szerencsére a törekvéseink azért támogatásra találtak az elmúlt időszakban, és jelentősen tudott fejlődni Etyeken a Molnár Béla Sportcentrum, ami azt jelenti, hogy nagyon hosszú várakozás után elkészült a vadonatúj műfüves pályánk 44x22-es méretben, illetve körülötte egy kis kocogó futókörrel. Elkészült egy kültéri kondipark, saját testsúlyos edzőelemekkel, illetve 10 női, 10 férfi eszközzel, amin jelentősen bővíti a sportolási lehetőségeket a faluban. De ezt gondolom nem csak egyesületi tagok vehetik igénybe, hanem a közösség egésze. Hát szeretnénk igen tömegsportba, tömegsport jelleggel kiszélesíteni a sportolók körét. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos minden közösség, nem csak egy település életében, hogyha minél több olyan eszköz van, ami sportolási lehetőség, ami a közösségépítő szerepét be tudja tölteni, illetve az egészséges életmódra tudja az embereket terelni. A településen bőven van látnivaló, új múzeumok nyíltak, és elkészült a kitelepítettek magyarországi emlékháza is. A hagyományok ápolására évtizedek óta figyel az Etyeki Németek Egyesülete. Az Etyeki Németek Egyesülete 1993 óta végzi tevékenységét, és azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az etyeki hagyományokhoz, tekintettel arra, hogy az őseink a 18. század végén, 1720-as évektől három csoportban, transportban érkeztek ide Etyekre. Az, hogy azt a sváb hagyományt őrizzük és megpróbáljuk még különösképpen az énekeket továbbadni az utánunk következő generációnak, illetve azokat a szokásokat megtartani akár a vallásos életünkben is. Azért fontos, mert és sajnos egyre kevesebben vagyunk, mert 1946-ban több mint a lakosságnak több mint 80%-át, ugye a német nemzetiségűnek vallókat mind elűzték innen. Azok a kevesek, akik, kevés család, akik itt maradtak, azok próbálták megőrizni a viharos 50-es, 60-as években. Viszont örülünk annak, hogy lehetőségünk van arra, itt a faluban is, hogy egy múzeumot tudtunk létrehozni, a múzeumon be tudjuk mutatni azokat a mindennapi eszközöket, tárgyakat, szobaberendezéseket, és mindazokat, ami használati tárgy volt, és amit őseink is használtak. A német nyelvoktatás is igen fontos, azt gondolom. Ma már Európában nem elég egy idegen nyelvet tanulni a gyerekeknek, hanem többet is. És mert etyekiek vagyunk, ezért úgy gondolom, hogy az Etyeki Német Nemzetiségi Iskolában is a német nyelvoktatására fontos, hogy hangsúlyt fektessünk. Német önkormányzat is ebben támogatja a gyerekeket is, az óvodában is német oktatás is, nemzetiségi oktatás is folyik. Mi próbáljuk különféle programokkal még a falu lakosságát is bevonni a nemzetiségi hagyományok őrzésébe. Nagyon szép például a farsang utolsó vasárnapján az idősek tea délutánja, amikor azokat az időseket is meghívjuk, akik kevésbé mozdulnak ide, velük együtt énekelni, együtt lenni nagyon jó. Illetve
Most például nem sokára lesz egy sör délutánunk, amiben szintén a falu lakóit várjuk, különösen azokat is, akik nemrég költöztek ide, és nyitottak arra, hogy a német nemzetiségi hagyományokba bepillantást nyerhessenek, és erre is várjuk szeretettel a lakosságot. A sváb családok betelepítésével a helyi templom szűknek bizonyult, ezért 1814-ben megkezdődött az új építése, amelyet két évre rá Sarlós Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. A több mint 200 éves templom most belül is megújul. Az egyhegyi templom 1816-ban nyert el a végső formáját, és hát egy ilyen épületnél, ami rendszeres használatban van, bizony időről időre szükséges a felújítás, a karbantartás. Ez a templomunkban is így van, már megkezdődött a templomnak a statikai megerősítése, amit a jövőben is folytatnunk kell. De hát az idő előre haladtával bizony szükséges mind az ajtóknak a megújítása, mind a padoknak a megújítása, mind pedig a templom körüli támfalnak a megerősítése és megújítása is. Egyeken odafigyelnek az elődök hagyatékának ápolására, ugyanakkor a kormány anyagi támogatásának köszönhetően folyamatosan korszerűsítik lakóhelyüket. Ez jól látható a nemrégiben elkészült kilátóból is, ahonnan az egyeki dombságra és a domborulatokat körülölelő szőlős birtokokra is rá lehet látni. Kicsik és nagyok a homokozóban, de a hinta sem pihen. Folyamatosan érkeznek a családok a tó melletti játszótérre, amelynek környezete nemrégiben újult meg Bodajkon. Tímeáik is gyakran jönnek ide két gyermekükkel. Nekem két kisgyermekem van egy 19 hónapos és egy 6 éves, hetente többször jövünk, a párom ide is születettől teljesen bodajki, és nagyon-nagyon szeretünk ide járni erre a játszótérre, a tó, a malom és a környezet az nagyon-nagyon feldobja itt a játszóteret. A kislányom a legjobban a mászófalat szereti. Nagyon jó lett a homokozó is, és amikor rendezvények vannak, imádjuk például a kis vasutat, ami itt szokott körbejárni. Úgyhogy mindennek egészében nagyon-nagyon szeretünk ide járni, játszani. Milyen rendezvények szoktak lenni? Akkor mesélj egy picit erről, milyen jellegű programokkal készülnek a családoknak. Szokott lenni ugye gyereknap, falunap. Például akkor a tűzoltók is ki szoktak ide vonulni, és akkor ki lehet próbálni, ugye, hogy milyen tűzoltónak lenni, föl lehet menni a tűzoltóautóra, azt is nagyon szeretik a gyerekeink. Mi mindig mindenen itt vagyunk, amint csak lehet. A Fejér megyei település igazán családbarát, a sok zöld területtel, illetve a rendezett környezettel. Az egészséges életmód jegyében szabadtéri kondiparkot is kialakítottak, hamarosan pedig az újabb támogatásoknak köszönhetően játszóudvar is lesz a tó mellett. Amikor belevágtunk ezekbe a pályázatokba, illetve maguk a felhívások megjelentek, akkor mindenképpen azt próbáltuk szem előtt tartani, hogy azok a beruházások, amelyekre nagyobb összeget lehet fordítani, akkor azok mégis itt a központ környékén realizálódjanak, hiszen a legfontosabb helyeink azok itt vannak, akár a művelődési ház, tó környéke, malom épülete, és ezeket próbáltuk megcélozni, ha már nagyobb forrásra lehet igénybe nyújtani, akkor a nagyobb volumerű tételek valósulhassanak meg. Mekkora nagyságrendileg forrás sikerült elnyerni? A volt mozi épület, ami a művelődési ház lett, az együtt a piaccal 200 millió forintos pályázati forrást nyert, a tó környéke, a malom felújítása pedig 150 millió forintos beruházásnak a végeredménye. És még nem készült el minden, hiszen itt is majd egy konzorciumban készülhet egy játszótér, mert ez egy kedvelt területe az ideérkező családoknak. Igen, abszolút, tehát itt a kisgyermekes anyukáktól, nagypapákon át mindenki megtalálható, gyerekzsivajtó hangos itt a délután, meg a hétvége, és igen, tehát itt további fejlesztések várhatóak, van olyan pályázat, amit már nyertünk, egy nagy játszóudvar tekintetében, és hát nem titok, hogy a következő 21-27-es tervezési ciklusnak a nagy beruházásait is itt a környéken szeretnénk megvalósítani. Ugye nagyon sok zöld terület van, nagyon sok ilyen jellegű beruházás valósult meg, de éppen itt a mellettünk lévő épületben pedig sport és mozgás programoknak adhat otthont az épület. Igen, ugye a korábbi művelődési házunk, a mozi épülete, hát nem annyira volt impozáns, hogyha fogalmazhatok ilyen egyszerűen, és most viszont nagyon szép környezetet tudtunk varázsolni ott abban az épületben. Hogy képviselőtestetek közösen úgy döntöttünk, hogy azért mindenfajta rendezvények, tehát régebben volt például piac is benne,
azokat most már nem fogjuk beengedni, és minden olyan rendezvényt, minden olyan egyéni vagy csoportos családos megmozdulást, aminek most már a művelődéséhez nem tud helyet adni, azt látjuk itt vendégül a Malom épületében. A gyerekek most még vakációznak, szeptemberben azonban szép és modern intézményekben indulhat a tanév. A kormány jóvoltából több száz millió forintból felújították az iskolát és az óvodát, valamint korszerűsítették a bölcsödét is. Valamennyi beruházás az itt élők érdekeit szolgálja. 2010-ben, mikor országgyűlési képviselő lettem, 29 településemre az volt jellemző a választókörletben, hogy nagyon sok helyen ki volt írva, hogy házeladó. Most 2021-re ez teljesen megváltozott. A fejlesztéseknek köszönhetően lőtt a települések lakosság megtartó ereje. Fejlesztések zajlottak az orvosi rendelők területén, iskolafelújítások, óvodafelújítások, Bodajton bölcsödék épültek, az utak fejlesztése is jó irányba halad. Azt tudom mondani, hogy szinte most nincs is eladó ház itt Bodajkon, de ez jellemző a többi településünkre is, hogy az egész vidék fejlődik. Azt gondolom, hogy a 10 éves munkánk meghozta gyümölcsét, a vidék megtartotta azt a szerepét, amit a régi időkben úgymond betöltött. Nyugodt körülmények között, teljes ellátás mellett tudunk itt élni, és ha a különböző programokat nézzük, akár a TOP forrásokat, akár a Magyar Falu programot, vagy a belügyminisztériumi forrásokat, akkor nagyon okosan a települések olyan fejlesztésre költötték, amely biztosítja az embereknek, hogy nem kell elmenni, hanem itt helyben tudják élni a saját csendes, nyugodt életüket. Ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés. 2015 az volt, hogy a kormány mondta meg, hogy mit kell csinálni. Most teljesen fordítva van, a települések döntik el, hogy mit szeretnének csinálni, mire van itt helyben szükség, és ezre adnak be pályázatot, és általában ez meghallgatja a kiírók fülét, és támogatják a fejlesztéseket. Több milliárd forint érkezett Bodajkra. A kastély most készül el, az maga nettó 3,2 milliárd forint. A templom felújítása mindegy 1,7 milliárd forint, a tó felújítása 100 millió forint, a mozi felújítása 100 millió forint, EFOP-os forrásból az iskola épült meg, az is közel 100 millió forint, a kultúr, vagy nevezzük régi nevén a mozit is megindult, több mint 100 millió forintból, és még tudnám sorolni az óvodát, bölcsödét, azt tudom mondani, hogy mindenki gyerekek mellett tud dolgozni, és ezáltal tud gyarapodni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a munka folytatódik, és az összes település ki tudja használni a pályázati lehetőségeket. Ezt igazolja a Mort és Bodajkot összekötő kerékpárút megépítése is, amelyet a kirándulók és a helyiek is örömmel használnak. Ha jó idő van, minden nap fogok itt biciklizni. Nagyon jó tették ezt az 5 kilométeres utat, annyira jó, ugye autók nem járnak, nem zörögnek, a füst nem jön az ember arcába. Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a bicikli úttal, le a kalappal. Ez már Magyarország legősibb kegyhelye, ahova folyamatosan érkeznek a zarándokok. A templomot, ahol a krónikák szerint már Szent István király és családja is imádkozott, 1,7 milliárd forintból újították fel. Nekünk volt egy ősi kegyhelyünk, Magyarország legősibb zarándok helye, ezzel büszkélkedünk, hiszen Szent István király zarándokolt ide ének idején családjával, Szent Imrével és Boldog Gizellával, és erre a legendára építkezik a kapucinus szerzetesség, akik 1690-től felépítik a kegytemplomot, kolostort, zarándokudvart, kárváriát. És amikor 9 éve ide kerültem, akkor egy nagyon romos és lepusztult állapotú kegyhelyet találtam, aminek rögtön lehetett érezni a szépségét és múltját. Alapvetően az volt egy fontos szempont, hogy a régi örökségvédelmével védett templomot, kegytemplomot, környezetét az eredeti formájában megszépítsük. Most, amikor ide bejönnek ebbe a kegytemplomba a látogatók, legyenek vallásosak vagy kevésbé vallásosak, mindenki azzal a 300 évvel ezelőtti állapottal találkozhat, leszámítva egy pár csillárt és világító testeket, ami akkor volt és akkor épült. Fontos volt, hogy ezt a múltat úgy őrizzük meg és úgy renováljuk, hogy valóban azt a valóságot mutassuk, ami a barokkornak egy kiemelt szépségeit nálunk. Emellett természetesen, mivel egy országos zarándokhely is vagyunk, a sok csoport, hozzánk érkező gyalogos, vendég és egyéb zarándok miatt
kiszolgáló épületet építettünk, urnatemető létesült a templom köré, és nem titok az sem, hogy a hosszabb távú kikapcsolódás miatt a kolostor alatt egy pincét is kialakítottunk, pontosabban a meglévő pincét alakítottuk át arra, hogy ott vendégfogadásra, a zarándokok fogadására alkalmas legyen az a tér. És egyre több zarándok út megy át rajtunk, az országos Mária út, a Kék túra, és Fehérvárról is elkezdődött egy olyan irány, hogy Szent István nyomába egyre többen kigyalogolnak hozzánk, ez egy 25-30 kilométeres út, szép erdei részekkel, és valóban az ide érkezőknek egy fontos pont volt, hogy ne csak, amikor megérkeznek, ne csak egy pillanatra tudjanak itt lenni, hanem akár hosszabb időt töltsenek el. Így épült ki a kegyhelyhez az új zarándokházunk, 56 fő befogadására alkalmas zarándokház, amely lehetőséget biztosít akár az egyéni zarándokoknak, akár a csoportoknak, hogy hosszabb időt töltsenek el itt nálunk. Mi is azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy sokan úgy jönnek be hozzánk, hogy a 81-es főút itt megy el mellettünk, Győr fele, Székesfehérvár és Győr között, és kint vannak nagy információs tábláink, hogy itt van egy kegyhely, bejönnek, megnézik, és valóban egy nagyon szép csodával találkozhatnak. Az is öröm számunkra, hogy a kegytemplom és az zarándokudvar egész nap nyitva van, tehát azt bárki bármikor jön reggel 8:30-tól este 7-ig ingyenesen megtekintheti, ez természetes is, hogy egy templomba nincs belépődíj. Ha valaki a kegyhely történeti kiállítást szeretné megtekinteni, itt fönn az oratóriumon és a kóratóriumban és a kórusban található, annak van egy vezetési díja, de fogadunk úgy is csoportokat, hogy orgonálunk nekik egyet, most újult meg az orgonánk éjszakáján fogja a püspök atya megszentelni az új hangszert, és kellően büszkének kell arra lenni, hogy a megye egyik legszebb és monumentális szép gyönyörű hangszere született. A kormányzati támogatás révén a segítő Szűz Mária kegytemplomba érkező hazai és külföldi látogatókat modern kiszolgáló épületekkel felszerelt zarándok udvar is várja. Itt vagyunk Bodajkon, és hát ez egy fantasztikus módon megújult és nagyon impozáns környezetben kialakított zarándokhely, ami a térségnek az egyik fontos állomása. Igen, nagyon sokan járnak ide, nem csak a helyiek, hanem a környékbeliek is, sőt külföldről is a külföldi magyarjaink is meglátogatják. Már csak azért is, mert Szent István is ide járt ki Székesfehérvárról, és azt tudom mondani, hogy egy olyan fejlesztés végéhez értünk, mint egy 1,7 milliárd forintos értékbe, amely a keresztény idegenforgalmat is biztosítja Bodajk városának, és hát a vendéglátás is erre rá tud épülni. Mi az, ami itt ebben az 1,7 milliárd forintban nagyságrendileg elkészült? Most ugye egy nagyon impozáns belső térben vagyunk, de hát ez egy óriási komplexum, hogyha én ezt jól láttam. Teljesen megtörtént a templom felújítása, ásatások is történtek, régészeti ásatások. Megújult az urnafal a bodajki templom alatt, megújult a papoknak a pincéje, plébánosok pincéje, konyhába kiegészítve, és restaurálták a nagyasszony szobrot, úgyhogy azt tudom mondani, Magyarország nagyasszonya szobrát, majd vágjátok úgyis. Igen. Megújult Magyarország nagyasszonya szobra, amelyet a zsolnai porcelángyár végzett el. Azt gondolom, hogy annyira impozáns, hogy bárkinek be lehet mutatni, és egy komoly idegen vezetéssel körbe lehet járni a templomot. A templomnak a belseje teljesen megújult, megújult az orgona, koncerteket tudnak itt hallgatni a látogatók, úgyhogy azt tudom javasolni Magyarország összes lakójának, hogy látogassa egy helyet. Szinte nem tudok olyan helyet mondani Bodajkon, ami nem újult volna meg, és nagyon fontos, hogy a látogatottság szempontjából egy kerékpárút is ide vezet, Mór össze van kötve Bodajkkal. Minden hónap 13-án zarándokok jönnek, így nem csak a kerékpárosok használják ezt az utat, hanem maguk a zarándokok is. És azt tudom mondani, hogy ha a Mór csukakővel teljesen össze lesz kötve, akkor szinte a környék települései erre az útra rá lesznek fűzve, mert ez idáig egy veszélyes 81-esen kellett ezt az utat megtenni. Tehát akkor biztonságosabbá is tették a közlekedést, úgymond. Így van, hát és természetesen a komoly fejlesztésekről mások is tudnak, hogy a 81-es négysávosítva lesz, úgyhogy bízom benne, hogy ha ezek a fejlesztések megtörténnek, akkor még jobban élhetőbbek lesznek a környék települései. A Fejér megyei település fejlődése folytatódik, jelenleg is zajlik a kastély felújítása, amely a jövőben még több látogatót vonz majd Bodajkra.
Kedves nézőink, az elmúlt fél órában Etyek és Bodajk mutatkozott be önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!